magyarországi németek országos önkormányzatának 2014-ben kidolgozott úgynevezett Zukunftskoncepciót, a jövő koncepciójának a megvalósítási elemeit lehet itt látni. Ott döntöttük el, hogy olyan magyarországi németek által lakott településeken bemutatjuk részint a gyökereinket, a jelenünket, és hát ebből következik egyben a jövőképünk is, és egyben hát szeretnénk ezzel a magyarországi németség tekintélyét, presztízsét tovább emelni, hogy ilyen szempontból is hozzájáruljunk a német nemzetiségi identitás emeléséhez. Ezek a gondolatok a német tanösvény felavatásán hangzottak el. Ez volt az elmúlt ötesztendő talán egyik legnagyobb horderejű akciója, melyet a német önkormányzat és a német egyesület közösen szervezett. Az identitás megőrzése, a kulturális hagyományok továbbéltetése a mindenkori, így a mostani újraválasztott testület számára is kiemelkedően fontos feladat. Schiffer Istvánt ismét az önkormányzat elnökévé választották. Így először az elmúlt időszak sikereiről beszélgettünk. 2015-ben a város segítségével sikerült egy 9 személyes buszra szert tenni egy német pályázat kapcsán. Német belügyminisztérium pályázat alapján nyertünk egy sikeres pályázatot, aminek az önrészét a város állta, és ezáltal sikerült szert tennünk erre a kis 9 személyes buszra, amit most ételszállításra is használnak, látják a város közlekedők, kis buszt az emberek. Hát igazából a tavalyi évben egy fiatalítási programon esett át a Német Egyesület, egy fiatal agilis csapat került a Német Egyesület élére, és hát velük is nagyon szorosan együttműködünk, szinte napi kapcsolatban vagyunk az elnök úrral, Kardos Gáborral, és hát a programokban közösen állítjuk össze a programokat, közösen intézkedünk ezekben az ügyekben, és tehát egy német, egy dolog, tehát két különböző szervezetről van szó, az egyesület és az önkormányzat, de egy németség van, és ezért az egy németségért közösen dolgozunk. A tánccsoport igazából a Német Egyesület működteti, de most úgy érzem, hogy több fiatalt sikerült a tánccsoporthoz bevonni. Az idősebb korosztállyal egy kicsit nehezebb a dolguk, mert tehát vidéken dolgoznak, vidéken tanulnak, nehezebben lehet összehozni, tehát pénteki napra jön mindig össze a próbájuk. A város és az önkormányzat között kiemelkedően jó a viszony és a munkakapcsolat, mondja Schiffer István. Bármi gondunk van, problémánk van, sikerül megoldani, tehát támogatásba is mellénk álltak, anyagilag is támogatnak bennünket, úgyhogy tehát én azt mondom, hogy ha ez a következő 5 évben is így sikerül együtt gondolkodnunk, akkor és már biztos, hogy sikerül, tehát akkor nem lesz gondunk biztos. Eddig 3 fős testületünk volt, és a regisztráció kapcsán, tehát 144 fős regisztrációnk van, ez alapján 5 főre bővült a képviselőtestületünk, és sikerült a fiatalítási programot végrehajtanunk. Így a 3 fős régebbi, úgymond régebbi csapat mellé 2 fiatal sikerült bevonni, a Heringes Zsoltit és a gombkötő Kremény Krisztit, és hát a város történetében először volt ilyen lehetőség, hogy a Krisztinak az országos önkormányzatnál kapott pozíciót, a Zsolti a megyei önkormányzat bizottságába, és Kardos Gábor az egyesület elnöke, viszont a megyei önkormányzatnak lett az alelnöke. Tehát úgy gondolom, hogy egy nagyon sikeres év, tehát sikerült zárnunk, és egy nagyon sikeres 5 év elé nézhetünk, mert a város történetében még ilyen nem volt, hogy ennyi pozíciót, ilyen fontos pozíciókba sikerült helyet kapnunk. Folytassuk az eddigi együttműködést az egyesülettel, bővítsük még a taglétszámot, amennyire lehet, még több városi németet sikerüljön bevonni a programunkba, mert a városban azért ennél a 144 főnél lényegesen több német él, német ajkú ember él. Tehát ezeket még, ez a cél, hogy ezeket még megszólítani és magunk köré gyűjteni, bevonni az egyesület működésébe, életébe. Próbálunk együtt gondolkodni az egyesülettel és egy irányba menni,
és a megszokott, a eddig bevált programokat, azokat szeretnénk megtartani, és esetleg még újakkal bővíteni.